Köszöntöm Önöket, a Budai Magazint látják. Mai vendégem egy olyan szervezet élén dolgozik, amelyet polcellenírónő alapított, és amely arra törekszik, hogy az élet utolsó szakaszában méltósággal tudjuk viselni az elmúlást. A Magyar Hospice Alapítvány programigazgatójával, Korda Nikolettával beszélgetünk. Üdvözöllek itt a stúdióban, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm én is, hogy így elég gyakran kapok itt lehetőséget nálatok. A hospice szó menedéket jelent. Igen. Elmesélnéd a Hospice Alapítvány megalapításának történetét? Nagyon szívesen. 1991-re kell visszatekintenünk. Ekkorra érett meg néhány emberben az a gondolat, hogy ez az ellátási forma Magyarországon is elég nagy létjogosultságot nyert. A létjogosultsága az a korábbi években, évtizedekben is egyértelmű volt, csak a lehetőség ekkor adódott tulajdonképpen. Ennek a zászlóvivője volt Polc Ellen, és hozzá csatlakozott mostani igazgatónk is, dr. Muszbek Katalin, és még jó páran, akik úgy látták, hogy igenis szükség van erre az ellátási formára. Ez Magyarországon jellemzően a végstádiumú daganatos betegek ellátását jelenti. Összességében, ahogy te mondtad, valóban egy menedéket jelent a szó. Egész a középkorig vissza lehet ezt vezetni, amikor a különböző keresztes hadjáratok mentén ilyen menedékeket alakítottak ki egészségügyi ellátásra, vagy pontosan a haldoklók befogadására. Úgyhogy tulajdonképpen ez a nagyon szép szó nagyon jól jelzi azt, hogy mire valók ezek a házak. Nagyon magas szintű szakmai ellátás folyik, ápolási szinten, spirituális, pszichológiai szinten, tehát ezt az egész rendszert egy átfogó rendszernek kell elképzelni. És 1991 óta elmondhatjuk, hogy azért nagyon nagy eredményeket ért el a rendszer, az 1997-es egészségügyi törvény az, ami ezt tulajdonképpen ratifikálta, létjogosultságot nyert ez az ellátási forma, és mára több mint 300 ágy áll rendelkezésre. Azt el kell mondanom, hogy ez természetesen a WHO jelentéseknek még nem felel meg, de mi akkor is nagy eredménynek gondoljuk, és próbálunk tenni, hogy innen még csak fölfelé fejlődjünk. Az alapítvány mottója a következő. A hospice nem arról szól, hogy véget ér az élet, hanem arról, hogy még tart. Mesélnél erről a szellemiségről, amelyben a hospice munkatársai dolgoznak? Igen, ez a mondat Csányi Sándor színművésztől hangzott el, aki maga is egy időben rendes végzett önkéntes volt nálunk, és járt be a betegekhez, és ezt a gyönyörű gondolatot, ezt ő fogalmazta meg. Tulajdonképpen, ahogy az előbb mondtam, az egész rendszer egymásra épül, az ápolók, az egészségügyi dolgozók, tehát az orvosok munkájára, ami kiegészül a pszichológiai tímmel, gyógytornásszal, illetve nagyon fontos szerepe van az önkénteseknek. A mi alapítványunkat egy kb. 15 fős menedzsment is segíti, dolgozik velünk együtt. Ezt a rendszert két pilléren kell elképzelni, az egyik az otthonápolás, a másik pedig az intézményi ellátás. Mi ezt az intézményi ellátást a 10 ágyas Budapest Hospice házban tudjuk ellátni. Amit nagyon fontos kihangsúlyozni, és ez is a hospice szellemisége, hogy minden ellátás térítésmentes mindenkinek, a betegnek, de ugye mivel a hospice egy átfogó szemlélet, ezért mi a családokra is fókuszálunk. Tehát nálunk nincsen az, hogy bekerül egy beteg, és akkor ő egy izolált beteg, hogy úgy mondjam, hanem rögtön itt is rendszerben gondolkozik az ellátási forma, és a családra is fókuszálunk, próbáljuk őket segíteni. Az otthonápolásban nyilván eleve az egy segítség, hogy egy otthonápolt beteg mellé heti bontásban kijár az ápoló, az önkéntes, az orvos, dietetikus, gyógytornász, éppen amit felmér ez a tím. Az intézményi ellátásban tulajdonképpen ugyan ezek a rendszerek működnek, csak akkor esetleg már olyan betegről van szó, akit otthon
vagy szakmai szempontból nem lehet ellátni, vagy pedig egész egyszerűen a családi lehetőségei nem olyanok. Sosem tisztünk ezt megítélni, ezt szeretném kihangsúlyozni. Mi mindig azt fogadjuk el, amit készen kapunk, és abban próbálunk meg nagyon nagy segítséget nyújtani, ami az adott helyzet, amit az adott helyzet lehetővé tesz. És milyen típusú mentálhigiénés foglalkozásokat tartanak, illetve milyen kezeléseket alkalmaznak ebben az időszakban? Az életvégi ellátás nyilván egy egészen más területe a pszichológiai munkának. Én magam nem vagyok pszichológus. Amit látok a kollégáktól, az, hogy az intézményben is van egy osztályos pszichológusunk, Kenjo Nada, és az otthon ellátásban is, hogyha az ápolók vagy az orvos úgy látja, hogy ennek a családnak vagy a betegnek erre van szüksége, akkor természetesen ezt egy konzultáció keretében megbeszélik, és azonnal tudjuk ezt a segítséget is tenni. Ezek nem kezelések, vagy nem olyan csoportos foglalkozások, hanem ez egy beteg és egy pszichológusnak a közös munkája, a kísérése a pszichológus részéről. Ez még ebben az időszakban is eldőlhet, hogy egy néhány alkalom volt segítségére ennek a betegnek vagy a családnak, vagy pedig valóban egy kísérés lesz belőle, és a beteg élete végéig tart. Ezt a pszichológiai segítséget a családokra is kiterjesztjük, tehát hogyha hozzátartozónak van szüksége, akár a betegség, az ápolás időtartama alatt, akár a gyász folyamatban, akkor ezt tőlünk ugyanúgy térítésmentesen igényelheti. Ami csoportban jön létre segítség, az a gyászcsoport, ez általában az adott év őszétől indul, és a munkatársaim úgy szokták meghirdetni, hogy akinek az elmúlt fél vagy egy évnél nagyobb időtartamban történt meg a vesztesége, ők tudnak csatlakozni. Erre azért van szükség, mert nyilván egy homogénabb csoportot tudnak kialakítani ezzel a idő határral, mert nyilván a gyász fázisaiban máshol tart, akinek egy friss, néhány hetes vesztesége van, mint az, aki mondjuk a nagyon szép szóval a gyász évvel illetett folyamat végén van. Ezek ősszel indulnak, és általában a következő tavasszal fejeződnek be. Két heti alkalommal találkoznak ezek a csoportok, és úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon hasznos számukra, akik ebbe jelentkeznek, végigcsinálják, ez nagyon fontos. Tehát szinte, ha 10 ember jelentkezik, 10 csinálja végig. Hogyan indul el ez a folyamat? Hozzátartozók keresik föl az alapítványt, vagy esetleg orvos is javasolhatja? Minden esetben a hozzátartozók keresik fel az alapítványt. Ha esetleg történt előtte például pszichológiai munka, de már elért a kliens a folyamat végére, akkor el szokott hangozni egy ilyenféle tanács, hogyha még úgy érzi, hogy erről szívesen beszél olyanokkal, akiknek ugyanez a problémájuk, egy vesztesség, egy fájdalom, egy gyötrő időszak végén, akkor becsatlakozhat, de minden esetben a kliens keresi meg az alapítványt. Egyébként meg szoktuk ezt hirdetni a közösségi oldalon, és úgy látjuk, hogy tényleg nagy szükség van erre a féle támogatásra. És hozzáteszem, nagyon örülünk, hogy már ennek a járványos időszaknak a végére jutottunk, mert ez volt az a csoportos foglalkozás, amit végül is online nem kezdtünk el, egy olyan döntés született, hogy ez nem lenne hatékony. A pszichológiai munkánkat végig fenntartottuk a COVID alatt, sőt, kiterjesztettük a COVID-dal érintett páciensekre és családokra is, de ezt a csoportos munkát, ezt végül meghagytuk. Volt arról szó, hogy az alapítvány hogyan segíti a hozzátartozók lelki feldolgozását. Fordítva, ez hogyan működhet? Egy hozzátartozó hogyan segítheti az alapítvány munkáját? Nagyon szép történeteink vannak. Például nemrégiben, az utóbbi másfél évben veszítettünk el egy beteget, akinek a hozzátartozója a mai napig minden kedden egy tálcasüteménnyel
ér be hozzánk. Leül, picit beszélget, vagy kimegy a kertbe. Én úgy látom, hogy ez neki egy nagyon fontos kapcsolódás. Tehát például ez is egy segítség, de az is nagyon nagy segítség, amikor egy hozzátartozó, akinek nagyon sokat segítettünk, és ebben tényleg tudatában van, ő ezt elmondja társaságban, barátoknak, bármilyen fórumon. Nekünk tulajdonképpen az a lényeg, hogy minél több embernek, minél több családnak tudjunk segíteni, és hogy ők vigyék a hírünket. Tehát ilyenféle segítség is van. Én az egészségügyi dolgozóinktól hallom, hogy néha egész szoros kapcsolatok alakulhatnak ki, nyilván itt is vannak olyan emberi folyamatok, amik az egyik embert közelebb hozzák hozzánk, és akkor nagyon szép történetek alakulnak ki, főorvosnőnknek egy csokor virággal állítanak be, ami az ő köszönetük, és nem tudhatják, hogy a másik végén annak az embernek éppen ez jelenti a legtöbbet, mert mondjuk éppen szakmailag egy nagyon nehéz fázisban van, és amikor egy ilyen köszönet érkezik, akkor az ember hirtelen megrázza magát, és megy tovább, és csinálja tovább. Fontos megemlítenem az adományozást is, mert vannak olyan családok későbbiekben, vannak olyan cégek, bármilyen érintettség okán, hogy úgy gondolják, hogy a mi munkánkat segítik. És mi ezért nagyon hálásak vagyunk, és nagyon-nagyon köszönjük mindig, mert hát azt el kell mondanom, hogy a finanszírozásunk az mostanra úgy néz ki, hogy egy ilyen az állami finanszírozás, ami a NEAC-tól érkezik, az körülbelül egy ilyen 20%-nyi költségét fedezi az egész éves működési költségeinknek. Tehát ez azt jelenti, hogy 70-80%-ot nekünk magunknak kell előteremtenünk. Két program is kötődik az alapítványhoz, ami a kerületben zajlik. Az egyik a tavaszi narcisz futás, a másik pedig az őszi narcisz ültetés. Mindkettőt gyerekeknek találták ki. Honnan jött ezeknek az ötlete? Az alap az Angliából érkezett, mint ahogy mondjuk a maga ez az egész ellátási forma is Angliából kezdett el terjedni világszerte. Ott egy méltóságmezeje programnak hívták, ami szerintem szintén nagyon-nagyon szép, de mivel a narcisz a hospice világ szimbóluma, mi narcisz programnak neveztük el itthon. Ez egy edukációs program, amit például itt a kerületben nagyon-nagyon szeretünk előkészíteni, megélni, megcsinálni és utána lezárni, mert mind a tavaszi, mind pedig az őszi program az olyan szívderítő, annyi sok gyerek érkezik, hogy öröm látni ezt a közös munkát. Meg szeretném említeni Fonti Krisztinát, a kerület alpolgármesterasszonyát, aki hosszú évek óta teljes szívvel támogatja azt, hogy mi megjelenhessünk a kerületben. A tavaszi program volt most, ami a narcisz futás a gyermekeknek. Több mint 500 gyerek gyűlt össze a gesztenyésben. Szinte erre nem is számítottunk. Volt olyan iskola, mert ugye mindig az előzetes visszajelzéseket várjuk, ahonnan azt jelezték vissza, hogy 50 fő érkezik, helyett megérkezett 150 gyermek a pedagógusokkal együtt. Habzsolták a jó időt, és elmondhatom, hogy itt szülők is jönnek nagyon szép számmal. Én még előző este kaptam egy SMS-t, hogy babakocsival jöhet-e az anyuka, mert szeretné végig futni az amúgy iskolával megérkező, vagy óvodával megérkező gyermekeit. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon-nagyon szívderítő program. Ilyenkor 500 forint nevezési díj van, amit a gyermekek az adománygyűjtőbe bedobhatnak, és tulajdonképpen ez is egy adományozás, és ez is egy támogatási forma. Mindig elmondjuk, hogy ez nem verseny, mindig elmondjuk, hogy figyeljenek egymásra, hogy az a lényeg, hogy átérezzék azt az örömet, hogy az ő testük még képes arra, hogy végigfussanak a gesztenyésben, és közben egy picit gondoljanak olyan emberekre, akik ezt már nem tehetik meg. És az az adomány, amit adtak, ezeket az embereket támogatja. Az edukációs program része, hogy ilyenkor a pedagógusok ezelőtt a narcisz futás, vagy narcisz ültetés előtt tudnak beszélgetni a gyerekekkel.
a veszteségről, az életkörforgásáról. Az ő nyelvükre a narcisz például maximálisan megfelel, hiszen egy virág, amit ősszel ők ültetnek el, és tavasszal várhatják, hogy kibújik, megfigyelhetik, hogy a tél melengette, az avar betakarta, a napocska pedig előcsalogatja. Nagyon fontosnak tartom, hogy azokat a tabu dolgokat, amik rendkívül mélyen gyökereznek a társadalomban, nem feltétlenül a magyarországi társadalomban, hanem úgy, én úgy látom, hogy ez egy ilyen világszemlélet, mert mit látunk? Gyönyörű nőket, krémeket reklámozva örökké fiatal maradsz, és hát azért mi tudjuk, hogy ez nem így van. És fontos az, hogy tudjunk arról, hogy igenis van rosszabb időszak, van betegség, van gyógyulás, de van olyan is, hogy ez nem megtehető. De fontos azt kihangsúlyozni, és ezt már kora gyermekkorban is megértik a legkisebbek is, hogy ekkor is nagyon sok mindent tehetünk. Vagy úgy, hogy az erőfeszítésünkkel, a támogatásunkkal teszünk ezekért a betegekért, vagy orvosnak, ápolónak tanulunk, és erre köteleződünk el. De én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ezek mind itt kezdődnek. Nekem volt olyan kislány, aki odajött egy ilyen narcisz futás alkalmával, és csillogó szemmel mondta, hogy én olyan leszek, mint te. és tudom, hogy arra gondolt, hogy ahogy én beszéltem, amit mi csinálunk, amiről ő ott hallott, az olyan mélységig megérintette, hogy ezt így meg tudta fogalmazni. Szülőként és pedagógusként is szerintem azért nehéz feladat lehet az elmúlás gondolatáról beszélni, átadni ezt a gyerekeknek egy beszélgetés során szülő és gyermek között. Szerinted ezt hogyan érdemes? Hogyan érdemes csinálni? Milyen gondolatokkal érdemes kezdeni? Hogyan érdemes megnyugtatni a gyereket, hogy egyébként nincsen baj, de ez az élet része? Az biztos, hogy több helyzet van, tehát a gyermekek, én nekem 3 fiam van mindenféle méretben, de mindig, tehát amikor a család éppen nem érintett, akkor érdemes megvárni a gyermeknek a közeledését, hiszen rendkívül sok dolog foglalkoztatja őket. És amikor ő kérdez, akkor nekem szülőként volt az a tapasztalatom, hogy a legjobb, hogyha arra válaszolunk csak, amit ő kérdezett, azt próbáljuk kibontani, nem terheljük felesleges dolgokkal. Ha a család érintett, mert mondjuk a nagyszülők betegek, de ennél súlyosabb tragédiák is történhetnek, hiszen szülők is lehetnek betegek, vagy a testvére is lehet beteg, akkor is a legmegfelelőbb, hogyha az adott szituációra próbálunk nekik választ adni, de ezek az én szülői tapasztalataim, hiszen nem vagyok pszichológus, de nyilván az nyugtatja meg. Egyébként ilyen esetben is lehet fordulni az alapítványhoz, tanácskérésképpen mi gyermekeket ilyen módon nem látunk el, hanem a családokat támogatjuk. A Fogda Kezem programunk az pontosan ezt a célt szolgálja. Az alapítvány gyermekek otthoni ellátását vállalja. Itt nem csak feltétlenül végstádiumú daganatos beteg gyermekekről beszélünk, hanem vannak olyan családok, ahol olyan sérüléssel születik a gyermek, ami az élettel összeegyeztethető, de folyamatos ápolásra szorul, és ebben tudnak tőlünk segítséget kérni. Ilyenkor is természetesen ebben a csapatban is benne van a pszichológus, tehát itt is a szülők tudnak fordulni olyan kérdésekkel, hogy a maguk szemszögéből hogyan tudnak megnyugodni, hogyan tudják ezt a folyamatot minél jobban végigkövetni, és rákérdezhetnek arra, hogyha vannak testvérek, akkor őket hogyan tudják minél jobban támogatni. Bármennyire is nehéz, de az őszinteség az mindig nagyon fontos. A magunk szempontjából is, meg a kommunikáció szempontjából is. Ezek az a szönyeg alá söpört dolgok nyilván a későbbiekben jöhetnek elő. Ezért gondolom azt, hogy mindig a gyermek korának és fejlettségének megfelelő szinten kell ezeket kezelni nekünk is szakmailag, és a családoknak is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!